június 20-ától országszerte tűzgyújtási tilalomban érvényben. Ugyanolyan veszélyes lehet egy autóból kidobott égő cigarettacsik, mint egy ártalmatlannak tűnő sütögetés az erdő szélén. Ám de, itt a palotavárosi tavaknál, mivel belterület, akár szalonnát is süthetnénk, feltéve, ha hoztunk volna magunkkal szalonnát. Tilos az erdőkben tüzet gyújtani, a kijelölt tűzrakóhelyeken is, az erdő 200 méteres sávjában, valamint a vasutak és a közutak mellett lévő fásításokban. Kihangsúlyoznám akkor a kijelölt tűzrakóhelyeket, vagy ahol tilos tüzet gyújtani, illetve hát az erdészeti munkákhoz kapcsolódó égetés is tilos. Házi sütés, grillezés, bográcsozásokban főzést természetesen lehet végezni. Az az egyetlen egy nehezítő körülmény lehet, hogyha a telek pont egy erdőben található, vagy az erdő 200 méteres sávjában, akkor sajnos tilos, hiszen beleesik ebbe a területi hatályba, de ettől függetlenül, tehát ha nem esik bele, akkor erre van lehetőség. Gyakran felmerül kérdésként a növényi hulladék égetése is, erre is ezt tudom elmondani, hogyha az önkormányzat, a helyi önkormányzat erre lehetőséget ad, időbeni korlátok szabása mellett, de lehetőséget ad, akkor a tűzgyújtás szabályának figyelembevételével, betartásával száraz növényi hulladékot lehet égetni. Vasúti töltés oldalak elég gyakran, elég sűrűn lángra kapnak ott az aljnövényzet. Az, hogy ez most pontosan mitől történik, esetleg egy olyan dohányos dobja ki az égő dohányneműt, aki nem is dohányozhatott volna a vonaton, vagy pedig a vasúti eszköznek vagy a vasútnak valamilyen műszaki hibája okozta, például egy fékezés során felmelegedő fék, vagy onnan leváló apró izzófém részecske okozta, ez természetesen nagyon nehéz lenne kideríteni, hiszen a vasút, a vonat tovább is halad, és a tüzet esetleg már csak egy következő szerelvény vezetője vagy utasai észlelik. De mindenképpen fontos, hogy közutaknál, tehát járműből, akár vonatról, akár személyautóról, teherautóról beszéljük, semmi esetre se dobjunk ki égő dohányneműt, ha már egy nagyobb területű gabonatábla ég. Azt ne kezdjük el oltani, megjegyzem, nem is valószínű, hogy lenne mivel oltanunk, nincs is olyan eszközünk. Ilyenkor a legtöbb, amit tehetünk, az a segélykérőhívás, a minél pontosabb hely meghatározás, és hogy ne hagyjuk el a területet, és vigyázzunk magunkra. Mm-hmm.